Már a délelőtti órákban is sokan ellátogattak a város szívében rendezett szelektív szombatra. Ahogy azt az előző alkalmakkor megszokhatták a lakosok, idén is játékos feladatok, ugrálóvár és színpadi produkciók várták a Nyíregyházáról, illetve a környező településekről érkezőket. Éppen itt vagyunk Nyíregyházán anyukámnál, és tudtuk, hogy lesz ez a rendezés, följöttünk, van két kisebb gyerekem, úgyhogy a koncert miatt. Ez egyébként arról szól, hogy népszerűsítsék a szelektív hulladékgyűjtést, ezt fontosnak találják? Igen, abszolút, mi is úgy gyűjtjük a hulladékot. A szelektív szombatot már 14. alkalommal rendezte meg az EAK Nonprofit Kft. A mennyiségi adatok alapján Nyíregyházán a szelektív hulladék mennyisége évről évre növekszik, mely jól mutatja, hogy a városlakók egyre környezettudatosabban élik a mindennapjaikat. A szelektív szombat az a nap, amikor a lakossággal közvetlen kapcsolatba tudunk kerülni, és át tudjuk adni azt az elvárást, amivel mi a saját hatékonyságunkat tudjuk növelni. Gondolok itt arra, hogy elég nagy gépparkkal állunk rendelkezésre a lakosság részére, és ez csak akkor hatékony, hogyha a lakosság is hajlandó szelektíven gyűjteni. Próbálunk ilyen programokat szervezni a lakosság részére, hogy valóban tudatosuljunk bennük az, hogy mennyire fontos a szelektív hulladékgyűjtés. A háztartásokban szelektíven gyűjtött hulladékokat külön járattal gyűjtik be. Ezeket később a hulladékkezelő üzemben egy modern válogatógépsoron mennek keresztül. Ennek a leegyszerűsített változatát meg is tekinthették, sőt ki is próbálhatták a szelektív szombat résztvevői. A családok a hulladék megfelelő gyűjtésével nagymértékben hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a környezetterhelés kevesebb legyen. A szelektív csomaglási hulladék az, ami tulajdonképpen egy nagyon fontos másodnyersanyagot képvisel az ipar számára, és ezzel, hogy szelektíven gyűjtjük a hulladékot, ezzel meg tudjuk a természetes erőforrásokat őrizni, meg tudjuk kímélni, kevesebb kőolajat kell kibányászni, kevesebb fát kell kivágni, hogy a papírt készíthessünk belőle, mert a szelektíven gyűjtött hulladék az a újrapapírnak, az újra műanyagnak az alapanyagát képviseli. Azzal, hogy mindenki tudatosan gyűjt, azzal egyrészt a szelektív mennyiséget tudjuk növelni, ezzel másodnyersanyagot tudunk belőle készíteni, valamint ez a hulladék ez nem kerül a hulladékkezelő depóniába. A szombati napon a vetélkedő állomásain a feladatok teljesítése közben tapasztalatok mellett ajándékkal is gazdagodhattak a gyerekek. Minden legalább 4 állomást teljesítő gyermek kuka alakú toltartót kapott ajándékba. A játékok mellett kukásautó bemutatóval, kézműves sátorral, arcfestőkkel várták a résztvevőket. A színpadon zenés műsorok gondoskodtak a jó hangulatról. Este 19 órakor a Piramis zenekar előadását élvezhették a résztvevők, mely jó lezárását jelentette a szelektív szombatnak.